Legutóbb még májusban számoltunk be a Bonyhádi Oyama Karate Sport Egyesület sikereiről, akkor a tanítványok egy diákolimpián értek el kiemelkedő eredményeket. Ezt követően, bár az edzések továbbra is folyamatosan zajlottak, ahogy az edző fogalmaz, kicsit visszavettek a terhelésből. Ahogy megszokott nálunk nyáron is, folyamatosak ezek. Természetesen a terhelés mértéke az nem akkora, mint az előtte való időszakban, vagy amikor a versenyekre kiélezett a helyzet, de folyamatosan edzettünk. És edzőtáborokban vettünk részt augusztus második felében, és onnan jött igazán a hajtás. Ahogy mondtam, az edzőtábort követően az volt tulajdonképpen egy vízválasztó, egy dobbantó, és onnan napi két edzéssel készültek, egy nagyon intenzív 3 héten vagyunk túl. Kifejezetten erre a versenyre, erre a speciális versenyre készültünk, amit Szolnokon rendeztek meg. Múlt hétvégén voltunk ezen a versenyen. Első Sihán Furkó Kálmán emlékverseny, ez egy nemzetközi verseny volt. Ez egy olyan emlékverseny volt, ahol minden korosztály képviselte magát. Itt közel 400 induló volt, 15 országból vettek részt indulók, és egészen a gyermek korosztály, gyermek, serdülő, tehát az utánpótlás kategória, ifjúsági junior és a felnőttek is megmérkőzhettek egymással. Az egyesületből két fő képviselte Bonyhád városát a nem mindennapi eseményen, Nyitrai Noel és Beck Flórián. A Florinál ugye az volt a cél, utóbbi harcosak kezdünk, hogy egyszer nézze meg, tapasztalja meg, hogy milyen egy ilyen közeg, hogy néz ki egy verseny, hogy néz ki ennyi karatés között, milyen az, amikor tatamira kell állni. És ugye itt teljes erővel folynak a küzdelmek, akkor lássuk egyszer, hogy ő erre hogy reagál. Tehát ez csak egy tesztverseny volt számára, csak nagyon mély vízben. A Noeltől azért vártunk már eredményeket, mert ugye ő már többszörös országos bajnok és diákolimpiai győztes is. Bíztunk abban, hogy esetleg ebben a nemzetközi mezőnyben dobogóra tud állni. Ennél jobban sikerült, felülmúlt a várakozásainkat, bajnok lett. Noel, aki egyébként 2,5 éves kora óta űzi ezt a sportot, a serdülők korcsoportban indult. Főként magyarokkal találkoztam, de ők is szerintem egész jól tudtak küzdeni az elvártakhoz képest, és jó küzdelmeket tudtam velük csinálni. Úgy éreztem, hogy nem volt annyira nehéz, de ez annak köszönhetem, mivel itthon nagyon sok edzést végeztünk el, és annak alapján felkészültünk a versenyre. A fiatal bajnok azt mondja, számos oka van annak, amiért szeret karatézni. A közösséget is, ami itt van, meg a változatos, hát hogy nagyon színes ez a sportág. Szeretném folytatni mindenképpen a felkészülést, és el szeretnék indulni október 8-án egy versenyen, és október 29-én. Bár heti 6 alkalommal van edzés, Noel elmondása szerint könnyen össze tudja hangolni a sportot és a tanulmányait, és természetesen hosszú távú tervei is vannak a karatét illetően. Napközben, mikor iskola van, akkor főleg az iskolára koncentrálok, és mikor edzésen vagyok, akkor kizárom az iskolai dolgokat, és akkor csak az edzésre fókuszálok. Gondolkodtam, igen, ebben, hogy szeretném átadni majd a tudásomat a kisebb gyerekeknek. Meglátást az élethez, meg egy segítséget, hogy a nehezebb időszakokban is átvészeljük a dolgokat. A tanuláshoz, hogy szorgalmasak legyünk, és ne alibizzük el a dolgokat, és a munkához is, hogy azt is keményen csináljuk. Bár még csak hazai terepen mutatta meg tudását, Noel a jövőben szeretne nemzetközi megmérettetéseken is indulni.